Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ki tudná megmondani nekem azt, hogy melyik közmondással lehet jellemezni olykor egy-egy lelkipásztornak a hibáját? Bizonyára sok minden eszébe jut a testvéreknek, most én elmondom, hogy én mire gondoltam. Azt a lovat ütik, amelyik húz. Eltaláltad? Nem egyszer esünk abba a hibába lelkészként, amikor ilyen nagyobb közösség előtt kell megszólalnunk, vagy inkább úgy mondom, lehet megszólalnunk, hogy az ember az evangélikus egyháznak a nyomorúságát, a bűneit megpróbálja leverni azokon, akik ott van. Hogy milyen kevesen vagyunk, miért járnak ilyen kevesen, és mondjuk ezt azoknak, akik ott vannak. És mondjuk ezt azoknak, akik nagyon hűségesen szolgálnak. Én nem szeretnék ebbe a hibába esni, de két kérdést szeretnék föltenni. De azt kérem, hogy tegye föl a kezét az, aki először van itt missziói napon. Nem úgy Bonyhádon, először van missziói napon. Jó, vannak néhányan. És tegye föl a kezét az, vagy azt tartsa fönn a kezét, akinek otthon semmilyen gyülekezeti kapcsolata nincs, és eljött ide. Hárman vannak. Négyen. Bocsánat, mindjárt más. Négyen. És azt gondolom, hogy valahol valami akkor mégsem működik jól. Eszem ágában sincsen senkit ütni, ha meg is tenné, magammal kezdeném, de föl kell tennünk azt az egyetlen egy kérdést, hogy mi az, amit elrontottunk? Mi az, amit mi nem úgy tettünk, mint a Jézus sírjától elszaladó asszonyok? A délelőtti igének a folytatását szeretném felolvasni. Ott fejeztük be a történetet, hogy az asszonyok elmennek a sírhoz, találkoznak a két angyallal, ott lesz a szívükben talán a hit, talán az öröm, talán még sok-sok kételkedés is. Visszaemlékeznek arra, ami történt, és így folytatódik ez az ige. Most a helyünkön maradva hallgassuk meg Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 8. verstől a ige részt. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírul adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek benne. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment és elcsodálkozott magában a történteken. Kedves testvéreim, ez a most felolvasott ige szakasz, ez nem húsvét hajnalán kezdődött, hanem jóval korábban. Hónapokkal korábban Jézus már folyamatosan felkészítette a tanítványait arra, ami történni fog. Gondoljunk bele, maga az Isten fia, aki már rengeteg csodát tett, és rengeteg féleképpen bizonyított a tanítványainak, hogy ő kicsoda, felkészíti ezeket az embereket. Ha kell az utolsó vacsorán is, ahelyett, hogy saját magával foglalkozna, a tanítványokkal foglalkozik, próbálja enyhíteni a fájdalmaikat, és próbálja felkészíteni őket mindarra, ami jön. Ezt olvassuk az igében. Ettől fogva kezdte Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de a harmadnapon fel kell támadnia. Átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Nem volt egy olyan tanítvány és egy olyan asszony sem, aki ezt ne tudta volna, és mégis, amikor megtörténik, akkor képtelenek elhinni. Úgy voltak vele, mint nagyon sok szeretetlen fiatal a szüleivel, amikor az próbál tanácsokat adni, és a fiatal pedig azt gondolja, hogy jó van, fújjad öreg a magadét, ahogyan akarod, mi meg éljük az életünket, ahogy mi akarjuk. Szinte ilyen kisgyereknek jézik Jézust a tanítvány, hogy jó van, mondogassad ezt, Uram, nem értjük, hogy mit akarsz ezzel mondani, de nem is képesek elhinni, hogy mindez igaz lehet. Szomorú látni azt, hogy a főpapok komolyabban vették, hogy a harmadik napon valami történni fog. Ők azok, akik erről ezt írja a Szentírás, másnap pedig szombaton összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak, Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még az életében azt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Nem is hitték, hogy fel fog támadni, de valami történni fog, őriztessük a sírt, mert valami lesz.
És a tanítványok ezt nem hitték el. És Jézusnak a feltámadásáról mondott szavait tulajdonképpen senki nem vette komolyan. Vagyis egyetlen ember, akinek a holtteste azóta Jeruzsálemen kívül egy árokban feküdt. Mert a rablóknak, a keresztre feszített elítélteknek ott volt a helye. Az az ember azóta talán ott volt elkaparva, nem is eltemetve, és ő ki tudta mondani azt, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, mert én hiszem, hogy ennek az egész történetnek lesz folytatása. Nem hitte el Jézus feltámadásának valóságát, leendő valóságát, Pilátus, a főpapok, nem hitték el a tanítványok, az Emmaus felé szomorúan, hazafelé bandukoló Kleofásék, nem hitte el Nikodémus, nem hitte el Arimátiai József, és nem hitték el a végtisztesség megadására a sírkertbe kísértáló asszonyok sem. És tegyük fel a kérdést, hogy miért van ez így? Az, hogy Jézusnak meg kell halni a Golgotai kereszten, ez elő volt írva, ezt tudjuk, hogy ez nagyon fontos volt, így kellett történnie, de elő volt írva az is, hogy ennyire magányosan kellett meghalnia. Elő volt írva az, hogy Jézusnál egyetlen egy tanítvány van ott, az összes többi pedig össze-vissza bujkál. Elő volt írva az, hogy a három oszlopapostól közül az egyik háromszor letagadja, hogy ismeri korábban szeretett mesterét. Elő volt írva az Isten tervébe az, hogy húsvét hajnalán is csak a hitetlenség, az értetlenség uralkodjon a tanítványok szívében. Meggyőződésem, hogy ez nem volt előírva, ennek nem kellett volna így történnie. Jézus meghalhatott volna a tanítványai szerető gyűrűjében is. Csak ők rettegtek, és a saját kis életüket sokkal jobban féltették annál, mint hogy odaálljanak a mester mellé. De mindez nem is történhetett másképp. Mert valami nagyon hiányzott ezeknek az embereknek a szívéből. Mert ha ott lett volna, nem így cselekedtek volna. Mert később évtizedek és évszázadok múlva, akinek ez ott volt a szívébe, az nem bujdosott el, az nem menekült el, az kész volt fáklyaként élni, égni Róma utcáin, az kész volt az oroszlánok előtt meghalni, mert valami volt a szívébe, ami a többieknek a szívéből hiányzott, és ez nem más, mint az élő hit. A feltámadási történetnek a szereplőiből ez nagyon-nagyon hiányzott. Azoknak az embereknek az életéből, akikről itt olvasunk. Megdöbbentő, hogy volt, aki megértette, ez az egy ember, az összes többi pedig nem. És amikor megjönnek az asszonyok, és amikor a harmadik napon valami történt, akkor az emberek szívében egyszerre van kétkedő hit, vannak még kétségek, bizonytalanság, remény és reménytelenség. Szinte átéljük azt a helyzetet, amiben benne vannak ezek az emberek. Persze nem volt könnyű, mert soha nem láttak még ilyen feltámadást. Nem voltak azok olyan hitetlen emberek, hogy ja, feltámad, jaj, de jó, aztán kész. Nagyon nehéz volt. De mégsem tudták ezt igazán megtenni, és mégsem tudtak igazán hitni. És itt az ember életének egy olyan területére lépünk, ami nagyon-nagyon titokzatos, és ez nem más, mint a hitnek a születése. Hiszen ebben nincsenek sablonok. Ebben nincs az, hogy így és így kell, és ezt kell elmondani, akkor mindez valóság lesz. Az Isten egészen kis mozdulatokon keresztül szólít meg embereket, egészen kis eseményeket mondanak el testvérek, ami más számára jelentéktelen volt. De az ő számukra nagyon-nagyon fontos. Ebbe a területbe lépünk most be, és nem az a feladatunk ma, hogy dicsérjük az asszonyokat, hogy bezzeg ők milyen komoly hívők voltak, és leszígyük a tanítványokat, sokkal inkább az, hogy elgondolkozzunk a saját életünkön, hogy hogy is állunk mi ehhez a kérdéshez, hogy meg tudjuk-e tenni azt, amit ezek az asszonyok megtettek. Mert a tanítványok nagyon-nagyon elutasítóak voltak, Péter bizonytalan volt, és akkor változott valami, amikor elkezdtek visszagondolni Jézus szavára. És ez, amit itt látunk, ez nem egy ilyen katartikus Pál apostoli megtérés. Amikor Pál megy, leesik a lóról, és teljesen megváltozik a világnézete, a gondolkodása. Itt egy nagyon lassú folyamat van. Amikor az emberek a másik szaván keresztül, sok-sok mindenen keresztül lassan-lassan hitre jutnak. És olyan jó látni ebbe az emberi bukdácsolásba a Szentléleknek a munkáját. Hogy az Istennek a szent lelke ott van ezekkel az emberekkel. És amikor Jézus találkozik velük, akkor nem felháborodik és nem leszídja őket, hanem tovább viszi ezen az úton. Úgy, ahogy az emmausi tanítványokkal tette, akik ott mennek szomorúan, kétségbe esetten, és Jézus melléjük szegődik.
És mikor történik ez a változás? Hogy fogalmazzam meg ilyen nagyon-nagyon egyszerűen? Akkor, amikor súlya lesz Jézus szavának. És ha meg kellene fogalmaznom a mai kereszténységnek és a mai evangélikus egyháznak a tragédiáját, akkor azt mondanám, hogy az, hogy nincs súlya Jézus szavának. Hogy olyan sok minden mást elhiszünk. Hogy olyan sokszor, amikor egymás mellé kell állítani az Isten szavát, ami sokszor talán érthetetlen, amikor valamikor csodával lépett be a világba, vagy lép be a világba, akkor emberi magyarázatot próbálunk keresni. Hogy sokszor már talán olyanok vagyunk keresztény emberként is, mint a Lator című filmben az az ember, kicsit talán viccesebb film azért, egy olyan ember, aki ott megy Jézus után, és próbálja megfejteni, hogy hogyan tette meg azt a csodát, hogy a vízből vizet borrá változtatta. És ő is megpróbálja, és mindenféle ilyen hólyagokat, meg egyegeket tesz a hóna alá, amiből próbál bort sajtolni. És hányszor vagyunk mi is, amikor egyszerűen el kéne fogadnunk a csodát, amikor el kellene fogadnunk, hogy azért, mert az Isten ezt mondja, ez ezért jó, vagy éppen ezért nem jó. Hányszor megyünk másfajta dolgok felé, hányszor hiszünk sokkal inkább különböző újfajta teológiáknak, etikának, vagy bármi másnak. Hol van már súlya igazán Jézus szavának? Hol van súlya a mi életünkbe? És még egyszer mondom, nem azt a lovat akarom ütni, amelyik húz, de tegyük fel őszintén a kérdést. Amikor döntenünk kell gyermeknevelésben, párkapcsolatban, megbocsátásban, anyagiakban, az az első, amit Jézus mond? Vagy próbálunk valahogy ügyeskedni? Van-e súlya még Jézus szavának? A tanítványok élete akkor változott meg, amikor súlya lett Jézus szavának, amikor visszaemlékeztek, hogy ő ezt mondta, hogy valamikor mi beszéltünk vele, mind-mind igaz, amit ő elmondott. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy az egyházban van egy fajta ilyen elvilágiasodás, hogy nem vesszük komolyan Jézus szavát, és adjuk fel azokat a bástyákat, amikért régen emberek az életüket adták. Kialakítunk egyfajta komfortzónát. És ha megnézzük az első keresztények életét, ott nem volt komfortzóna, ott nagyon komoly harcok voltak. És amikor dönteni kellett, akkor az életük árán is Jézus mellett döntöttek. És itt nem azokról a hatalmi harcokról beszélek, amik sokszor az egyház életét is megmérgezik, hanem azokkal a harcokkal, amikor az Isten igéjével szemben álló dolgokkal küzdünk. És legyen ez az első mai üzenetünk, nem lesz sok ígérem, csak kettő. Ez az egyik, ezt vigyük magunkkal, hogy legyen súlya Jézus szavának, legyen súlya a Szentírásnak, legyen súlya az Isten igének a mi életünkben. Ne próbáljuk meg relativizálni, ne próbáljuk meg visszasüllyeszteni abszolút csak a saját korába, hogy ma már ez nem érdekes, nem fontos. Istennek az igéjének ma is súlya van. És ma is, amikor döntéshelyzetbe állunk, akkor egyenesen megmondja, hogy ő mit szeretne. És abban biztos vagyok, hogy amikor az ember életében ott van a Szentírás, és Isten igényének súlya van, és munkálkodik a Szentlélek, akkor tudjuk megtenni azt, amit ezek az asszonyok. A Magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. És nekem annyira tetszik ez a történet, mert itt nem hithősökről van szó. Itt nem arról volt szó, hogy az asszonyok olyan hitre jutottak, hogy egyszerűen szétrobbantotta őket. Esendő, kétkedő asszonyok voltak, de mégis azt mondták, hogy így, ahogy vagyok, én ezt elmondom. És kedves testvérem, ha te is magadat ilyennek érzed, egy esendő asszonynak, vagy talán egy esendő férfinek, aki eddig azt mondta, hogy én nem tudok hitelesen beszélni, ezt nem tudom továbbadni, hogyan mondjam el, amikor ilyen bűnök vannak mögöttem, amit talán egy közösség is tud, gyáva vagyok én ehhez, félek, nem leszek hiteles, akkor azt mondja neked az Isten, hogy nem vár tőled nagy szavakat, de esendő emberként add tovább mindazt, amit te is kaptál. Nem bírták magukban tartani. És ami ebben a történetben még nagyon-nagyon mai, hogy mit történik az asszonyok bizonságtétele után. Ezt is annyira megszoktuk, hogy már egyszerűen nem döbbenünk meg ezen. Elmennek az asszonyok a tanítványokhoz, Jézus legbelső köréhez, és 10 üres fecsegésnek tartják az egészet. És mondhatnánk, hogy de jó, legalább a 11. az igen. Az nagyon bátor lett. 11-ről azt olvassuk, hogy odament, benézett, úgy elcsodálkozott, talán egy kicsit ez több volt, mint el sem menni, de nem lett nagy hit a szívébe. És ez egy biztatás nekünk, hogy ne keseredjünk el. Nem mindig lesz egyből hatalmas ébredés.
Olyan jó hallani, hogy Távol-Keleten vagy Afrikában micsoda ébredés van. Most valami miatt köztünk nincs, de ne adjuk fel, ne féljünk. Merjük továbbadni, és merjük elmondani azt, amit az asszonyok is elmondtak, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és ma is él, és itt van közöttünk. És ezen az úton, amikor megyünk, a legdöntőbb lépés az, amiről János ír az ő evangéliumába, amikor már nem csak üres sírt látnak, és nem csak angyalokat, hanem magával a názáreti Jézussal találkoznak. Csodálatos ez a leírás János evangéliumának 20. fejezetében, amikor Jézus megkérdezi Máriát, asszony, miért sírsz? És amikor ez megtörténik, talán valakinek egy hosszabb úton keresztül, valakinek egy rövidebb út alatt, akkor létrejön az a személyes találkozás Jézussal, aminélkül nem képzelhető el igazi hitvalló kereszténység. Mert mi nem az üres sírban hiszünk, nem csak úgy általában a feltámadásnak azt a fantasztikus örömét éljük át, amit itt a zenében is hallhattunk, hanem mi magával, a feltámadott Jézus Krisztussal találkozhatunk. És én hiszem azt, hogy az Emmausi úton találkozhattak vele, úgy találkozhatnak a Bonyhádi úton is vele, találkozhatnak a Szarvasi úton, és találkozhatunk azokon az utakon, amerre mi járunk. Mert Jézus Krisztus feltámadt, és élő úrként itt van velünk, és szeretné lerombolni a mi kételjeinket, kétségeinket, szeretné, ha súlya lenne az ő szavának, és szeretné, ha a mi életünk az valóban egy bizonságtevő élet. És hadd zárjam azzal, hogy aki Jézussal találkozik, az egy dolgot biztos átél. Bárhonnan jött, bár milyen háttérrel rendelkezik, akárhány éves. Olvashattuk most, hogy éppen egy 72 éves hölgy keresztelkedett meg az egyik gyülekezetben. Teljesen mindegy, honnan jövünk, hány évesek vagyunk, feladatot ad nekünk. És én azért örülök, hogy ma szolgálhatok, mert Jézusnak ezt a mandátumát, ezt az üzenetét, ezt a biztatását adhatom át mindenkinek kedves személyesen. Kedves testvérem, Jézus Krisztus számít rád abban a gyülekezetben és abban a közösségben, ahol vagy. Számít rád akkor is, ha egy nagy gyülekezetben vagy, és akkor is, ha nagyon-nagyon kevesen vagytok, és sokszor elkeserednétek. Számít rátok ez a Jézus, és nem csak azt mondja, hogy menjetek el, és majd tegyétek a dolgotokat, hanem azt, hogy veletek leszek. Ott leszek abban a kis közösségben, abban a kis gyülekezetben. És amikor ezt átéljük, hiszem, hogy akkor fog az egyházunk valódi reformációt átélni. Akkor fog nagyon sok minden felfrissülni, amikor minél több hitében megerősödött keresztény testvér megy haza a saját gyülekezeteibe. És kedves testvéreim, remélem senki nem érezte úgy, hogy azt a lovat ütöttem, amelyik húz. Csak az életünknek erre a részére hagy kérdezzek rá újra, hogy azon kívül, hogy mi itt vagyunk és jól vagyunk, és azon kívül, hogy átéljük, hogy csak 4 testvért tudtunk elhozni, olyat, akinek nincs köze semmilyen gyülekezethez, folytatjuk-e ezt a szolgálatot otthon? Mert óriási nagy szükség van rá, hogy elmenjünk a saját hitünkkel, de kételjeinkkel, megszólítsunk másokat, és engedjük, hogy Istennek a Szent Lelke másokat, minket, lelkészeinket, gyülekezeteinket meg tudja ragadni. És azért örülök nagyon annak, hogy most úrvacsoraosztás lesz, mert ha látunk az életünkben olyan dolgokat, amik ebben megakadályoznak minket, ha látjuk a saját kicsinyítőségünket, vagy valamilyen bűnt, vagy bármit, azt most itt letehetjük. És úgy mehetünk haza, bocsánatot kérve az Úrtól, hogy nem hittük a szavának, hogy nem követtük őt, hogy ő felfrissít minket, és újat kezdhetünk. Amen. Kedves testvéreim, most az Isten igéjére válaszként nem egy imádságot fogunk elmondani, még lesznek imádságok, hanem a helyünkről felállva valljuk meg a hitünket. Mondjuk el azt a hitvallást, amit keresztények csaknem 2000 éve mondanak, és most is biztos, hogy a világ valamelyik részén, akár éppen a föld túloldalán keresztények mondják el, hogy hisznek Istenben, hogy ők igenis hisznek Jézus Krisztusban, és hisznek abban, hogy a Szentlélek ma is munkálkodik. Így mondjuk el most közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.